Ma Magyarországon vannak-e jó szakemberek? Inkább az idősebb korban lévő szakembereket kellene megkérdezni, azok értenek a szakmához. A fiatalok nem nagyon foglalkoznak az ilyen dolgokkal. Mi lehet ennek az ok, hogy nem foglalkoznak vele? Hát a nagy érdektelenség, ugye, ami ebben az országban jelen pillanatban van. Semmilyen jó szakember nincsen, akármibe keres az ember, nagyon drága, ha talál egyet, akár vízszerelő, akár bútorasztalor, bármilyen szakmában egyáltalán nincsen. Régebben más volt a helyzet? Igen, sokkal jobb volt. Szerintem a fiatalok között nincs akkora elhivatottság, mint az idősek között, és így kevésbé tudják megtanulni a szakmájukat. De a fiatalok között is ismerek jó szakembereket, akik nagyon sokat segítettek például lakásfelújításnál. Öcsém asztalosnak tanult, és az igazság, hogy nagyon nehezen tud elhelyezkedni, mert normális állást nem kap. Most műhelyekben, hogyha fölveszik, akkor körülbelül minimálbért kap, és nagyon dolgoztatják mellé, úgyhogy inkább például elmentő kórházba beteg szállítónak, mert abból jobban megél. És aki jó szakember, ma is az inkább nyugatra megy dolgozni, jobban tud keresni, jobban meg tud élni, mint itt. Itt nincsenek megfizetve az igazi szakemberek. Szakképzett munkaerő külföldre áramlása egy olyan probléma, ami itt is megmutatkozik. Az utánpótlás vonatkozásában beszélnünk kell a szakképzés minőségéről. Azok a gyerekek, akik ide belépnek, az ő háromnegyedük szövegértésből a legalacsonyabb mérési szinten áll, tehát gyakorlatilag nem érti azt, amit olvas. Emellett elképesztő mennyiségű a lemorzsolódás, minden harmadik gyerek, aki bekerül ide, végül nem szerez szakképzettséget. A hátrányos helyzetű, többségében cigány gyerekek esetében ez az arány 50%-os. A szakképzést éppen ezért meg kell reformálni, a szakmáknak a becsületét helyre kell állítani. A jövőben egy szakképzési fejlesztéssel lehetne bármilyen változást elérni, tehát hogyha lenne egy jövőkép a fiatalok előtt? Szerintem igen, mindenképpen, csak el kéne valahogy kezdeni ezt.